Hello, sziasztok, Sirius vagyok, ez pedig nem más, mint a Sky Factory valószínűleg utolsó része, de erről bővebben mindjárt. És itt van velem Bence! Hello, sziasztok! Hello! Szóval, az a helyzet, hogy többször hangosan említettem, hogy azért tüntesd már el az egész csánkunkat, hát ezzel bizonyítjuk, hogy teljesítettünk dolgokat. Szóval, hát többször említettem, hogy nagyon rosszkor jött ez az egész szerverleállás probléma, ugyanis az a helyzet, hogy nagyon a végén vagyunk a sorozatnak, de hogy közben nem realizáltam igazából, hogy mennyire vagyunk a végén a sorozatnak. És az van, hogy nagyon, főleg úgy, hogy ugye kiütöttünk dolgokat, amiket nem tudunk feltétlenül megcsinálni, illetve van egyébként egy pár achievement, amire úgy döntöttünk, hogy nem akarunk megcsinálni. Ezeken most gyorsan zongorázzunk is végig. Amiről biztosan, igen, a 4 Chaos Dragont megöljük, nyilván meg tudjuk ölni. Nem vagyok benne biztos, hogy szuper sokat ad hozzá a dologhoz, de az a helyzet, hogy innentől kezdve már csak 3 Chaos Dragont ölünk meg. Használjuk az alapot. Hát igen, igen. Illetve még egyet pluszba, hogyha hozzáveszünk azt, hogy egyet újra is kell éleszteni, bár az nem teljesen Chaos Dragon, és nem is teljesen Ender Dragon, szóval nem tudom, minek számít. Igen, nekem fura ez a Resurrect One of the Dragons. Én azt hittem, hogy ez egyértelműen a Chaos Dragonra szól, viszont a Draconic Evolution modban lévő Resurrection szertartás. Szertartásnak hívják? Egy rituálé, igen. Rituálé, igen. Szóval a Resurrection rituálé az egy zöld penészes Ender Dragont hoz vissza. És az a neve, hogy Resurrection, ez ide az van írva, hogy Resurrect, szóval látom a párhuzamot, és nem nagyon láttam semmi komoly bizonyítékot arra, hogy, vagy nem komolyat sem, hogy egy Chaos Dragont fel lehetne éleszteni. Úgyhogy ezeket természetesen megcsináljuk, ezeket természetesen megöljük, sőt, erre extrában ráhúzzuk a dolgot, aminek megöltük már a kisöccsét. Igen, a Gaia rituálé. Ez is egy rituálé lesz. Igazából csak rituálézni fogunk ebben az epizódban. Ez nem teljesen, de igen. A fő boss harcoknak akkor most igazából ez a terv, hogy tulajdonképpen most már csak a 3 Chaos Dragont kell megölni, a másik Gaia boss harcot, és egy-két craftingos feladatot befejezni, amivel végül is ki van pipálva az összes olyan küldetés, amit meg tudunk, meg akarunk csinálni. Így van, Facebookon belül. Ugyanis vannak dolgok, amiket nem. Tehát, hogy vannak a Custom Liquid Dimension, blablabla, Rarity 4 or Higher Dimension. Egyébként csináltunk 4-es vagy annál ritkább dimenziót, ugyanis az Ender sárkányos dimenzió, amit csináltam, ugye a korábbi részben, az konkrétan ilyen. Tehát, hogy aznak azt hiszem 5-ös volt a Rarity-e. Tehát, hogy azért olyat csináltunk, de nem hatalmas liquid orbokkal csináltuk. Az van, hogy nem tudom, de tehát, hogy nem tudom biztosan, valószínűleg nem ez okozta a szerverlagot, de valahol ott volt a szerverlagot okozó dolgok között, és bevallom őszintén, én nem feltétlenül szeretném kinyírni még egyszer a szervert. Jó móka volt egyszer, de hogy nem szeretném ezt újrajátszani, úgyhogy ezeket így most így őszintén szóval kipipálgatom. Valószínűleg keresgélős, valószínűleg mászkálós, de valahol akkor tájt ment tönkre a szerver is, szóval valamilyen szinten ez is nehéz ezt megítélni ugye egy modpack esetében. Tényleg nagyon nehéz egyébként. Nem, nagyon sokan próbálkoztak egyértelműen leszűrni, hogy mi lehet nálunk a lagoka. Az előtti videóban ugye mondtam is már, hogy szerintem mi a menete, de nem tudom, hogy ezeknek pontosan mi volt a szerepe a dologban. Ezen kívül van még a használjunk egy Terran Scannert, hogy regeneráljunk 5 különböző biomból egy-egy chunkot. Ez nem egy nagy cucc, ezt meg tudjuk csinálni. Tehát ezt arrébb kell raknunk majd a Terran Scannert, úgyhogy ezt nyilván csináljuk. Illetve van ez a gyártsál 1 milliárd RF-et, ez valószínűleg egy szuper izgalmas kihívás, de az a helyzet, hogy engem speciál. Szuper izgalmas, ez annyira jól sikerül megfogalmazni. Biztos vagyok benne, hogy ez egy szuper izgalmas kihívás, mert nehéz megcsinálni, gondolom azt. Hát, hogy legyen egy milliárd. Csak monoton a végtelenség. Nem tudom pontosan. Biztos, hogy nagyon-nagyon izgalmas. A sárkányod megint a... ez majdnem egy nagyon rossz kifejezés volt, amit használtam. Szóval a sárkány megint az arcom előtt csapkodott a szárnyéval.
Szóval biztos vagyok benne, hogy ez szuper izgi, de egyszerűen nem motivál semmi, mert nagyságrendileg nem látom, hogy mi enne annyi áramot. Lehet, hogy a dimenzió egyébként, a dimenzió sem eszik annyi áramot. És szerintem ez egy rossz design döntés, hogy nem valami feladatot adtak, ami eszik annyit. Így is csináltunk, az a helyzet, hogy így is csináltunk már egy csomó olyan feladatot, ami szerintem felesleges. Tehát itt van a giga mega szuper hatalmas reaktorunk, ami nincs is feltöltve, vagy opa, ez nem is az a... Tehát, hogy nincs is feltöltve, valószínűleg nem is lesz. Feltöltve, mert egyszerűen csak rá kell kötnünk egy nyersanyaggyártót, értek, és feltölti 3 hét alatt. És utána nem fog, tehát utána annyi áramot, vagy nem fog annyi áramot termelni, mint ez az egyetlen egy blokk, amit a Nether Star generátorunk. Szóval, hogy igen, értem, hogy ez egy feladat, de én ezt nem érzem azt, hogy ezt meg akarnánk csinálni. Úgyhogy ezt ezzel a lendülettel kipipáljuk, mehetünk szépen tovább. És van ez az Ender.io Farming Station with Octadic Capacitors, ilyesmi, ezt meg most Bence megcsinálja. Elméletileg ez az kell, hogy lerakják különböző növényeket, azt sem. Nem? Igazából meg is van. Szóval ezek azok a nem kell a kapacitorokat kicserélni. Itt vannak benne kapacitorok, ugye Octadic kapacitor van benne, és elvileg farmalja is, szóval szerintem eleget tesz a küldetés feltételének. Octadic kapacitornak tűnik. Ja, igazából te vagy itt az ellenőrző. Hát nem tudom, az a helyzet, hogy amit megcsinálunk, legalább azt ellenőrizzük már, vagy nem is tudom. Így is nyilván egy kicsit lelkismert furásom, vagy nem csinálunk meg mindent, de egyszerűen teljesen felesleges. Tehát, hogy van egy csomó párhuzamos megoldás a Skyfactory-ben, és szerintem minden modpackben ugyanazokra a dolgokra, és én nekem túl racionális az agyműködésem ahhoz, hogy tudjak menni egy feladat után csak azért, mert azt mondja, hogy kell. A növények is ilyenek egyébként, csak annyira könnyű megcsinálni, hogy oké, okay, kész pipa. Jó, ezt ki is pipálhatjuk. Szóval az van, hogy ez valószínűleg egy hosszabb rész lesz, és ebben a részben dolgokat fogunk megölni, meg dolgokat fogunk eldobni. Én például csináltam 14 darab disk drive-ot, igazából véletlenül, mert megcsúszott. Úgyhogy ezt mind eldobom. és akkor kell még, mit tudom én, egy controller blokkot craftolnom. Igen, meg egy pár kábel, igen. Tehát, hogy control... Mondjuk, ha le tudom írni, az szokott segíteni. Control. Szóval, olyan összegzésben egy hosszabb, és valószínűleg egyben sorozatzáró epizód. Uh-huh. És tele-tele harcokkal, ugyanis... most akkor a sárkányokon kívül, ugye, ami egyben egy ilyen újraélesztés, és még Chaos Dragonozás is, még a Gáját is leszeretnénk győzni. Igen. Hello. Oké, lecraftoltam a controller blokkot, szóval, hogy még csak nem is nagyon drágák. És az van egyébként, hogy most legyünk őszinték, ki lehetne húzni a sorozatot még pár részre, amíg mindent visszaépítünk, mindent megcsinálunk, mindent, nem tudom, újra visszarakunk fully operational-be, de egy, ugye kérdéses, hogy oké, ez 24, most épp kábeleket craftolok. Szóval, hogy alapvetően kérdéses, hogy tényleg minden rendben lesz a szerverre, valószínűleg szerintem minden rendben lenne, ha ezeket a gyártásokat visszaraknánk. Ez a tároló rendszer, ez már tökéletesen ellátja. A másik meg, ahogy őszintén szóval most az történne, hogy mindent visszakötünk, minden fully operational, nem gyártunk semmit, mert az ég egyett a világon nincsen semmire szükségünk ahhoz, hogy megöljük azokat, amiket most meg fogunk ölni. És utána megölnénk azokat, amiket most meg fogunk ölni, csak előtte lehúznánk egy halomkábelt a föld alá. Úgyhogy ez 64-szer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jó, csináljunk még. 8x64-et, ha kidobok, az szerinted okés? Meg több is. Jó, szerintem akkor az okés. Szóval értitek, nagyon sután jött ki ennek a sorozatnak a vége, de legalább van vége, nem úgy, mint a gömbnek. Majdnem kidobtam a drágomat véletlenül. Na ha azt kidobom, az egy kicsit megakadályozta volna az igyekezetünket amúgy. Hát, hogy véletlenül, majd áthúztam előtte a kurzort, azt véletlenül majdnem kivágtam. Szóval, ja, az a helyzet egyébként, hogy azért is beszélünk erről ennyit, mert úgy értem, hogy azért beszélek én erről ennyit,
Mert be vagyok, megvallom őszintén, teljesen meg vagyok lepődve. Igen, egyébként pont ez volt a poén, így felvétel előtt jöttünk rá mi is, hogy what? Oké, mi van még hátra? Meg kell ölni 4 Chaos Dragont. Fel kell élet One of the Dragons. Én nem tudom, hogy ez mire gondol. Use the Absorber to create a custom liquid. Custom dimenzióktól egy kicsit félek. Azokat akár ki is hagyhatjuk. Ja, spipelt ki, ez kész. Use the Terran Scanner. Ezt még meg tudjuk csinálni. Az meg van, hogy a mai forgatáson befejezhetjük ezt a sorozatot. Igen. Egy jó nagy boss harcok közepette, ami mondjuk még meg is adja ezt a kellő epikségét. Addig lecraftolom a tárolóinkat, és kidobom őket. Jó. És akkor ez... Nagyon izgének tűnik. És ezt mikor a videó elején vagy a végén untassuk ezzel az ember? nem tudom egyébként. Jaj, nem tudom. Szóval, ja! Egy kicsit sokkoló egyébként, mert azért mégiscsak több mint egy évet élt ez a sorozat. Én amúgy teljesen ledöbbentem múltkor, amikor megnézgettem az epizód számokat, hogy egyáltalán 50 fölött vagyunk, és aztán meg kiderült, hogy még annál is sokkal-sokkal több rész van, és így wow, ennyi minden, ennyi sorozat rész megélt, nagyon durva. Sokkal rövidebbnek tűnt nekem ez az idő. Ja, elég durva. Jó, hát mindegy, még ma öldökölünk dolgokat, tehát hogy ez... New... Ugye nézem pontosan. Ez lesz akkor a 66, nem, 4. 5. epizód talán, attól függően, hát múlt héten 2-t vettünk fel, tehát most így 3 jön még ahhoz képest, ahol tartunk éppen. Uh-huh. És nyilvánvalóan ugyanúgy, mint a Minecraft, ez a modpack is Minecraft. Wow, ezt gondolom meglepő. szóval ez is Minecraft, és ezt is lehet a végtelenségig játszani. Tehát, hogy a végtelenségig. És anélkül igazából, hogyha valaki így rácsúszik, akkor anélkül unalmassá váljon. Tehát az van egyébként, hogy ez a modpack abban elég szépen teljesít, és elég jól csinálja a dolgát, hogy igazából, ha így nagyon bele akarnál menni, akkor el lehetne odáig jutni, hogy konkrétan visszaállítsd mondjuk az egész területet az eredetire. Igen. Érted? Igen, hogy elvedd a környezetednek a Sky Factory jellegét. Ami azért így belegondolva brutális. Hozzátartozik, hogy én egy kicsit csalódtam ebben a modpackben, ami nyilván az én hibám. De... Hát igen, voltak helyek, amik meglehetősen érdekesek küldetésadás szempontjából. Igen, tehát igazából a küldetésekben, nem is feltétlenül a modpackben. Szerintem a modpack az tök jó. Oké, javítom magam, igazad van. A küldetések azok, amikben az az érzésem, hogy csalódtam. És amikben egy kicsit így talán szomorú is vagyok. De hát most raktam be azt a dolgot, ami hiányzik. Vagy nem. Jó, mindegy. Csinálja igazából. Készülök megint hasonlóan overpower dolgokkal a következő harcra, mint például a pajzs. Ó, újra lesz új pajzsunk? Új fancy pajzsunk? Hát, na ez nem teljesen pajzs, de hasonlóan overpower. Van nálam egy Shanapes 3 enchanted diamond card, ha esetleg érdekel. Hajjaj, az is durvának hangzik. Nem, én most éppen kicsipkézem a tornyunkat, és ezekből csinálok munknak vért. Alvat vért. Alvatvér pajzs? Nem alvatvér pajzs, nem akarok mindenből pajzsot csinálni. Pedig azért. Imádnám. Az van egyébként, hogy nem gondolom, tehát hogy imádom ezt a tornyot, hát nagyon furán néz. Ilyen kis kínai karácsony feelingje van, vagy nem is tudom, kínai új év feelingje van ezekkel a kis logóvérekkel itt rajta. Nem tortának tűnik. Na majd mindjárt változtatja a formáját, akkor készül el. Akkor tortább lesz? Hát... Nem, akkor inkább tényleg karácsony. Akkor inkább égősorra fog hasonlítani, de meg lehet őket enni. Pontosan mihez is kell ennyi alvatvér? Megenni mindet. De miért akarnak megenni? Hát van nálam 29 Supremium Apple, meg 64 normál. Ne kérdezz, miért van nálam normál alva, azt nem tudom annyira feltétlenül. Na jó, de őseim mentek Supremium almával a harcba. Miért alvatvérrel mentek az őseink harcba? Hát még jó, hogy. Hát ez volt itt a harc hevében
egy kis alvatvért, ez adta meg az erőt. Egyébként tényleg erőt ad, vagy valami absorption, vagy valami ilyesmit, hogyha megeszed az alvatvért, úgyhogy... Jó. Ezért is gondoltam. Én hiszek neked. Mit is olvastunk a rituáléhoz a Draconic Evolutionban, amivel resurrectelni lehet egy sárkányt? Hogy kéne nekünk egy resurrection stone, nem? A közepére. Igen. Na, most én itt rákeresek itt a modpackünkben a Draconic Evolutionre, és nem találok resurrection stone nevű itemet, Istenem, vagy blokkot. Biztos, hogy van valami neve. One eternity later. It has been removed in versions for Minecraft 1.10 and later, as there is a vanilla method of respawning the Ender Dragon. De ne Ender Dragon, hanem Resurrect Dragon-t akarunk, aminek nincsen neve, mert se nem Ender sárka, és se nem... De ki lett szedve 1.10-ben, mivel az 1.12-ben játszunk. Akkor minek adja a küldetést? No! I don't wanna do this anymore! Oké, okay, nem, ez nincs már. Na figyelj! Mutatom, hogy kell benyomni egy pipát. Ne! Hát... Éppen a piglegeken dolgozok. Ja, bocs, megvárom. Örlődek már a piglegek? Nem, még ezek készülnek, meg kell alapozni őket, sok meló van vele. De hogyha elkészültek, akkor majd megmutatom, hogy hogyan lehet őket összekraftolni, és hogyha nem mondja ki az alapján a crafting alapján, amit a wiki mutatott, már pedig nem akkor... fogja. De honnan tudod ezt? Nem tudhatod. Onnét, akkor hogy azt szerint... írja, ki van véve! Én bízok benne. Nem adtam volna fel küldetésbe akkor. Nem? Nem. Not sure about that. Szóval azt mondod, a Sky Factory 4 jobb? Jó lenne, ha tudnánk. Én egyelőre csak osztobokat hallottam. Semmi baj, érted? Tehát a 60. résznél rájönni, hogy dolgokat máshogy nevez a questbook, mint ahogy a valóságban vannak, az annál nagyobb ajándék nem volt. Hát egy csomó mindent kipipálhattunk. Kérdeztem most is egyébként felvételőt, Bence, hogy... és ez a nem tudom milyen draconic battery feltöltés, akkor ez se kell, és van nálad belőle 11. Hát tök más a neve. Igen, teljesen más a neve, abszolút, én sem értettem eleinte. Megnézem, hogy összeállt-e a chunk. Ó, összeállt a chunk. Nagyon jó. Megyek tovább. Legalább addig én is valami hasznos, hogy... Ne! Na mi ez? Kiesett a világból a generátor. Amelyik visszaépíti a chunkokat. Kaptam egy lelket? Kaptam egy achievement? Ázaz! Egy percen belül mit is mondtam? Nézd, mi van nekem? Mit? Fogadjunk, hogy nem tartottál még ilyet a kezedben. Malac lelket? Ezt nézd. Oh, hello, forog! És van kis Google szeme! Ez ráadásul úgy jött, igen, szemekkel együtt csaptam le, tessék. Ha most ledobom, akkor valószínűleg nagyon dühös leszel. Ne! Kapjál, tudsz! Woohoo! Ja, nincs egy az armor, ez így nem annyira izgi. Sajnos az armor, igen. Miért vetted le egyáltalán az armor? Hogy megmutassam, hogy kitakarjon bármennyit is belőle. Ja, hogy full majestic betolhassd a malackát. Értem. Hagyjál már! Oké, mondjuk itt kettő veszélyesen közel van egymáshoz, az a baj. Remélhetőleg nem egy csánkban. Nem lehetnek egy csánkban. Ha! Pont nem egy csánk. Fantasztikus. Adunk neki áramot. Azt nézzük, mi történik. Ó, be kell kapcsolni. Ha több áramot adunk neki. Ó, most lehet, hogy egy... Well, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy az ott egy chunk, de végül is mindegy, akkor ezt itt kikapcsolom. Az a chunk, amit éppen épít vissza, az nem igazán egyezik a normális chunkokkal, de mindegy. Jó lesz.
Kész. Megette a sárkány a malacot, tud ilyet. Megette a sárkány, tud ilyet. Hát sajnos mi nem nézzük jó szemmel itt a gyilkosságot, hol a sárkány, hagyd lövöm le. Hagyjad már szegény, neki is kellene, nem etettük már mióta. Te nem etetted. De ez a közös sari, hát az egyik még jobban is vonzódik. Közös sari az eszed toke, az a közös sari, mi ez a közös sari? Én csak elviselem őket. Áldozatom. Amióta szabadon engedtem őket, azóta itt mindenhová szállnak. Most például ide jött hozzám a monster. Igen, ezt például pont tudom. És ez egy remek dolog. Te megölted az összes malacod? Meg hát. Ja, hogy a spannert átalakítottad malac spannerre. Hát telepítettem őket ide. Oké, ez mondjuk elég menő. Itt szeretnék a vanillába is. Na, Mizu, hogy ityeg? Menjünk és öljünk meg egy gáját, én azt mondom. Menjünk, öljünk meg egy gáját. Szerinted meg tud majd minket karcolni a... Ha bár felül trakonik. A gályas, alul a víznek árja. Na jó. Ezt nem lehetett kihagyni. Szerintem nem lesz egy nagy ellenfél, de gyerünk. Majd bekésztett? Igen. Esetleg innen csipegethetsz ilyen izzókat. Ilyen téli izzókat, meg a pajzs az legyen kéznél, ez fontos. A pajzs kéznél van, veszek le izzókat. Ezt hogy kell? Ezt le kell ütni? Okay. Nem, ez a mögött. Jobb klikkel. Ó, jobb klik. Levettem 3-at. Oké. Okay. Sari is be fog segíteni nekünk. Tessék. Ó, tényleg ez a muzsikás! Igen. El is belejtettem, hát ezt csak nem hagyhatjuk ki. Na, van a srác. Én ezért szoktam a epizód zárásaként ezeket a gályokat legyőzögetni. De most tényleg elég erős, nagyon gyors. Rá kell sétálnom? Hát lehet azt hiszem lőni is. De hát ez itt most nem olyan sebzéseket osztana be, hogyha nem lenne egy szuper arra. Ja, gondolom azért, most ilyen elég öreges esély. No. Megcsaptam a sarimat. Hát most engem támad, te hálátlan dög. Ó, nem lehet repülni tényleg itt a szemben. Teleportál, hogyha ha meglövöd, nem? Igen, hogyha megütöd, akkor arrébb ütlik, arrébb teleportál. Akkor váltok nyilat. Milyen vicces. Na várjál, amúgy tényleg egy nyilat lehet, hogy még azokat is rá lehet csapni. Csak ne engem, please. Na, hát lehet, hogy az nyilakat visszaüti, vagy mi a fenem? Nem, viszi le a HP-ját, csak viszi. Hagyjad, hogy tunkoljuk a legnagyobbal. Ha nagyon leviszi az életedet, ne felejtsd el, mindig ott van a pajzs és a halvakfér. Nagyon leviszi az életemet, majd kapaszkodok bele. Majd okay. A pajzsba. A muzsikás. Na most spanolja a mobokat, kedvencünk. A kedvencünk? Egy csapással, meg azt... Jaj. Ah, Istenem! Vissza kell majd töltenem a... Jó, bátok, ez... Vigyázz, a boszorkányok azok erősek. Jó, óvatosan. Tudod a méreg az milyen, hú. Jaj, a para. Az előbb ezt láttad egyébként, ez egyik csont, ez már inkább menekülni kezdett. Nem is akart maradni arcolni. Ezt jól megsorolszod ezt a pályalant, én nagyon agresszív volt, vagy nagyon dős lettél. Ja, belakadtam. Nem tetszett. Ó, megint őt lőjük? Igen, és most a legerősebb ilyenkor kell legjobban vigyázni rá. Legtöbbet is sebezni. Hú, vigyázz. Ó, nem jó, hogy mondtad át. Okay. Na, ott egy csont már megmentelek! Vigyázz! Okay. Jó, ez megvan. Na nézzük, mennyi RF-et fogyasztottam. Igazából két aksimat majdnem ment. Két aksimat majdnem leszívtam. Hát akkor teljesen sok sebzést kaptál be. Ezzel vigyázni kell következőnek. Nem, 8 millió RF-es nyilvesszővel lövöldöztem. Itt is van még egy Dice of Fate, tessék, azt te nyisd ki akkor. Ó, gyémánt! Nem, ez nem gyémánt. Azt itt annyira leüljön. Ezek kellenek, ezek a cuccok? Például a krumpli? A krumplit ezt mondjuk megtarthatjuk, igen, az elég értékes. Igen, krumpli. Get your priorities together! Oké, okay, Dice Lotus. Of Fate. Hogy kell kinyitni? Mi volt benne? Jobb klikkel kéne kinyitni, vagy ballal? Vagy...
Én úgy tudom, hogy jobb klikkel. Jó, de hát akkor a pajzsot veszi maga elé. Ja, Soulbound, de ezt hozzá cseréljünk, Dice of Fate-et, tessék. Ó, oh. Egy csúnya gyűrű. Én is kaptam egy csúnya gyűrűt, az jó. Ring of Thor! Hold shift for more information. I want. Relic. Soulbound to Penguin Fighter. Botania. Erről kicsit talán több információt még adhattál volna, de végülis mindegy. Melyek feltartasz? Arra már ott van a Lexica Botania. De ez végülis egy szép harc volt, én azt kell, hogy mondjam. Ez abszolút, abszolút. Volt, hogy mozogtam. Oké, okay, emlékszel rá, hogy melyik irányba voltunk 10.000 blokknyi? Igen, pont abba az irányba egyenesen. Hogyha én most megfordulok, azt mondjuk a másik irányba, abba felé. Akkor East? Hát itt vagyunk újra. Visszatértünk, te mocskos sárkány. Hát akkor itt... Szerintem ő még számára. Nem találkozott velünk. Ja? Tényleg? A társad. Elvettél tőlem mindent? Nem is ismerlek. Oké, okay, nem tudom, hogy rácsaptam-e vagy most a izére a healing-es cuccra. Lehet, hogy nem várom meg. Nem tudom, mit kell. Hát körbe így a külső vonalon tök mindegy igazából. Oh boy, meghalok, nem haltam meg, nem tudom hogyan, nem haltam meg. Amikor olyan elkapja a grabancer, de... Hát most futok! Te bátor nyulak! Megálltam egy helyben, ez van. Meghalt, viszont én elég sok cuccot kiürítettem a megöléséhez, úgyhogy lehet, hogy nem fog töltés nélkül menni. Hát figyelj. Beszállt ide a sárkány, és ide dobott nekem 280 szintet. Oh, wow. Kicsit már megalázó is. Szóval, hogyha kiüthetem ezt itt középen. Jó, még... Hát ez a helyzet, hogy kiütheted, mert ezekre semmi szükségünk nincs. Kiütetted? Most. Nem tudom, nem találom a kis lyukamat, ahol fel tudok szállni. Aj, ne kezd megvakítani, ez a hülyeség! Hát öcsém, hát hogy jöttem én itt lehet? Oh, ne! Jó, hát most itt fog felrobbantani engem, hát akkor szerbusz. Elvetek, ebben a páncélban túl lehet élni. Hát ezt nem viszom el. Most történik valami éppen? Szerintem robbanni fog mindjárt. Ó, oh, elkezdett robbanni. Fentről nézem végig. Jó, ezzel végeztünk. Okay. Next! Igen. Jönnek ezek az átkozott vonalak. Next! Ó, itt van mellette egy hajó rögtön. Tényleg? Aha! Itt a sém, hogy fel fog robbanni. Minden értéket ki kéne onnan vinni előtte. Mindet. Nem, én ezt egyszerűen nem tudom szétadni. Ó, várjál, de... Ne, ne csináld ezt, sárkány! Még rá se éreztem, hogy kell szétütni, még nem vagyok veszélyes. Ha! Oh, szétütöttem! Bence, szétütöttem egyet! Tök egyedül!
Na jó, az már azért elég menő. Viszont nekem a harmadik sárkány fightra lehet, hogy nem lesz elég armorom. Nekem sem. Igazából ezeket egy jól irányzott csapással kell lecsapni, utána pedig egy csomó szenved vele az ember, hogy ha akkor nem működik, jó, akkor négy, négyes, érted? 4%-ra sebeztem egy jól irányzott csapással. És most ezt a maradék 4%-ot próbálom lekenyeregni. Akkor hagyni kell ezeket tovább, menjünk tovább. Következő. Sikerült egy jól irányzott csapással! Na. Oké, okay, van itt még egy. Oké, okay, igen, szerintem miután megütjük, olyan, mintha egy ideig immun is lenne, szerinted ez lehetséges? Igen. Szerintem igen. Igazából nekem lehet, hogy van áramom a harmadikra is. Igen. Aha. Hát van jó, még... Jó, végül is talán nekem is. 1, 2, 3, 4, 5 ami fullon van, 1, 2, ami majdnem, és a többi le van merülve, tehát hogy... De hogy akkor is van 7 darabom, ami majdnem tele van. Hát kell egy kis kockázat, én azt mondom. Hát, nekem várj, mennyi van? A kockázatról nekem... más a definíciónk, de értem. Nekem csak 3 van, amit elé van. Csak 3 van? Ú, az kockázatosan. Ha tudsz adni egyet, tudok adni, akkor... Oké, és akkor viszont gyorsan kivelem itt belül. A követ. Na, húzzunk innen. Találkoztál a sárkánnyal? Nem, de most tényleg nincs semmi energiám. Jaj, nagyon jönnek a cuccai. Egyet kiütöttem. Nagyon ráéreztem erre a kütyét. Na, az jó. Oké, 3-at. Hát jó, mondjuk most már ezt gyakoroljuk egy ideje. Lehet igazából csak azért kéri, hogy öljünk meg ilyen sokat, hogy ez mennyi. Jó, megyek, értem a célzást, piros gömbök okay. A levegőben. Arrébb is mentem. Az kell, hogy lásd a HP-t, és ne legyél túl közel, ne legyél túl távol se. Igen. Na, okay, ez na, hisz, még egy achievementnek tűnik, amit kipipálhatunk, és az a helyzet, hogy az utolsónak. Ja, ja, ja. Az utolsó olyan, amit kitűztünk ki ebben a videóban, és meg tudunk, és meg is akarunk csinálni. Uh-huh. Jó kis definíció, ez meg tudunk, és meg is akarunk, és...
Na, akkor 30 ezer blokkal később. Nem várod meg, hogy felrobbanjon? Na jó, de... Akartam mondani, hogy milyen ember az ilyen, hát ez a munkák gyümölcse. Elpárolog. Igazából ezzel kéne fédelni, tudod, a Sky Factory zárását. Ja, illetve már csak... Nem, akarom, hogy lássák, hogy bepipáljuk a 100%-ot, ami kicsit pofátlan, mert igazából csak 98. De jó lesz. Ah, pont megmozdult el, amikor elkezdtek lelőni. Érzem, már a tarkómon éreztem, ez a hatodik érzők. Na-n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 a-
fight. Valaki, vajon kikövethet? Batman, Batman! Az ilyen szuperhős külön kiadás. Várjál, ellövök nyilvessz őket, hát ha hátulról beléjük szaladt. Overworldben vagy kell... már? Aha, meg kell hajnom, elégedett vagyok a energia mennyiségeddel, amit craftoltál, nem gondoltam volna, hogy egyszer még ilyet mondok, de most tényleg jó. Nem elég tényleg jó, hogy valamiből nagyon sokat craftoltam. Nagyon sokat. Tényleg jó, igen. Jaj, reflexből be is rakom betölteni. Hát paráztunk, igen, az első sárkány legyőzéseivel jön össze. Nekem azt mondták végül... veszélyes, úgyhogy felupgrade-eltem mindent a mindenhova. Végül három sárkányt is le tudtunk vele egybe győzni, és az is lehet, hogy ügyesebbek vannak, hogy négyed is simán le tudtunk volna. Igen, az a helyzet, hogy igen, hogy... Okay, szóval... kill 4 Chaos Dragons. Resurrect one of the Dragons. Ez... ezt nekem azt mondták, hogy ez késznek tekinthető nálunk, úgyhogy ezt így ki is pipálom, nem a Chaos Dragont kell resurrectelnünk. Nem mondod, sima Ender Dragonra gondol? Hát, meg van egy halom csárkányunk itt a bázison össze-vissza, szóval aha. Nem tudom, jó lesz így, max majd szólnak, hogy nem, és akkor majd rácsörgök, hogy össze tudnánk ugrani, mert valaki leírta végre, mit kell csinálnunk. És akkor use Terran Scanner to regenerate 5 different biome chunks. Done. Ez is kész van, akarod ellenőrizni? Nem, nagyon jó. Hát, Bence! Nincs elérkeztünk hátra, a 100%-hoz? Mint kipipálni a 100%-ot, amiről tudjuk, hogy kicsit 98, de... Kicsit 98, kicsit 97, vagy lehet inkább csak 60. Lehet inkább csak 60, de a miénk. De a miénk, igen. Ez a mi 100%-unk. Na! Hát... nosztalgikus és szívfacsaró élmény ez. De közben nem. Mert itt a bázison járkálni itt az. Tehát azért itt mégiscsak sok időt töltöttünk. Kicsit olyan, mint visszamenni egy táborhelyre, ahol sokat táboroztál, de tudtad, hogy soha nem, hogy nem maradsz örökké. Igen, amúgy tényleg, tényleg hasonló. Itt craftoltuk egymás kezéből ki a dolgokat. Ott nőtt az összes növényén. Itt mennyit idegeskedtünk, ott mennyit idegeskedtünk, amerre mennyit idegeskedtünk. Amott mennyit idegeskedtünk. Te malacaid miért vannak mindenütt? Hát a lélek miatt, a lelkük miatt, de hát sajnos azóta se sikerül megszerelni őket. A sárkányaidat nem. Viszont srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a kalandon. Elnézést. Ja, 65. 65 epizódnál tartom. Pont 65? Nagyon király. Ez már csak tudod, hogy lett volna jobb? Ha 64. tényleg. Azért erre nem veszek mérget, hogy most pont 65, de ha jól számoltuk a részeket, akkor talán... És így tudod, ülünk közben a 66. részben. Igen, és így, szegény 66. Szóval elérkeztünk ennek a sorozatnak a végéhez. Vannak, akik szebben csinálták, vannak, akik jobban csinálták, vannak, akik nagyságrendekkel több időt öltek a pályájukba. Viszont ez a miénk. És szeretjük. Igen. És meg... Ja, jó volt, fán volt. Igen, fán volt egyébként, mert leszámítva azokat a részeket, amit marhára nem. Kicsit morcos vagyok még mindig az achievementekkel kapcsolatban. De remélhetőleg a Sky Factory 4-ben viszont ezeket orvosolják és jobban megcsinálják. Igen, ha szeretnétek egy Sky Factory 4 sorozatot is látni, akkor lájkoljátok ezt a videót, mi meg megnézzük, hogy játszható-e már. Igen. Aztán majd valamikor, ez nem, így nem jövő héten lesz, jó? Chilleljen mindenki. Mindenki chilleljen a retekbe. Nyomkodjátok azt a lájkot inkább, meg ilyenek.
Na, és még egyszer utoljára, legalábbis ebben a sorozatban biztosan, csekkoljátok Bence csatornáját is, ahol Minecraft modolt content is van, például a sárkányos rakétás. Tényleg abban hol tartasz? Most azt hiszem a 18. epizódnál, aztán amikor az kimegy, akkor lehet, hogy arra már 20-nál is akár. Még nem szereztünk se sárkányokat, se nem az űrbe vagyunk, de attól még Space Dragons. Patetik. Se sárkány, se dragon, de mind a kettőre van esély. Úgyhogy csekkeljetek mindenképpen a csatornáját, leírásban, komment szekcióban, mindenhol megtaláljátok. Bence, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az egész sorozatot. Köszönöm, hogy itt lehettem. Szuper fun volt. Kivétel, ami nem. Azt kivágta a vágós srác. Remélhetőleg az igazi fájdalom részét. És ja, nem sokára ismét találkozunk. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!